Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Szakképzési stratégia 4.0. Átalakítják a szakképzési rendszert, felemelik a szaktanárok bérét. Napelemek, hőszigetelés, pancsolók. 164 millió forintból felújítják a városi bölcsödét Szekszárdon. Gázoló buszsofőr. 1 év 10 hónap börtönt kapott az idős nőt megölő buszos. Életmentő tudás. Újraélesztést tanulnak a szekszárdi kórház dolgozói. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Hatalmas a szakember hiány, nem elég népszerűek a szakgimnáziumok és a szakközépiskolák. A szakképzésben dolgozók, oktatók jövedelme átlagosan 30%-kal marad el a piaci bérektől. Ezen változtatna a kormány azzal a szakképzési stratégiával, amit 2 év alatt dolgozott ki ipari szereplőkkel és az iparkamarákkal karöltve. A stratégia legfőbb pontja, hogy a szakgimnáziumokat technikummá nevezik át. A technikusi képzés 5 éves lesz, és a technikusi vizsga egyenes utat jelenthet a szakirányú felsőoktatásba. Továbbá jelentős béremelésre számíthatnak a szakoktatók. Milyen ismeretekkel kell rendelkeznie egy fuvarozónak, hogyan készíti a süteményeket a cukrász? Többek között ezeket tudhatták meg azok, akik kilátogattak a szakmák éjszakája elnevezésű rendezvényre. A tanárok akkor azt mondták, fontos, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok tisztában legyenek a különböző szakmákkal és azok munkaerőpiaci értékével. A szakképzésben azonban jelentős változások lépnek életbe 2020 őszétől, hangzott el azon a fórumon, amit a Tolna megyében dolgozó tanároknak tartottak szakemberek. Itt az április elején elkészült szakképzési stratégiá is szó volt. Hafiek Andrea, az Innovációs és Technológiai Minisztérium főosztályvezetője kiemelte, a szakképzési stratégiát az iparkamarák és a vállalatok bevonásával dolgozták ki 2 év alatt, reagálva a technológia és a munkaerőpiac változásaira. Ilyen változás például az, hogy bizonyos területeken robotok váltják ki az emberi munkát, sok munkafolyamat automatizáltá vált. Ami a legnagyobb változás lesz az elkövetkezendő időszakban, és már most is látszanak az előszelei és a nyomai, hogy megjelenik a robotizáció szinte mindenhol. Fülöpné Szűcs Mária, a pedagógusok szakszervezete Tolna megyei szervezetének elnöke, a fórumon annak a reményének adott hangot, hogy az új szakképzési stratégia hatékony lesz, és nem kell újra és újra változtatni azon, mert az követhetetlenné válik, és a diáknak nem szolgál előnyére. Lesz itt sok minden, ami érinti a szakképzés nevét, a beiskolázandó iskolák nevét. Érinti, merem remélni, hogy magát a tanulót, a tanulónak a lehetőségeit, az esélyeit. A szakképzési stratégia egyik fő eleme, hogy a szakgimnáziumi rendszert váltva visszaáll a már bevált 5 éves technikumi képzés, aminek zárásaként 4 közismereti tantárgyból kell érettségi vizsgát tenni. Ezen felül szakmai vizsgát kell majd letenniük a diákoknak, ami emelt szintű érettséginek felel meg. Azaz a sikeres technikusi vizsga egyenes utat jelent a szakirányú felsőoktatásba. Ezen kívül megemelnék a szaktanárok bérét. A változások 2020 őszétől lépnének életbe. Tavaly 5 milliárd forintra nőtt az eladott húsvéti szezonális édességek értéke, ez 10%-kal több, mint 2017-ben. Ráadásul a Magyar Édességgyártók Szövetsége arra számít, hogy idén ennél is többet költhetünk csokoládéra a húsvéti időszakban, ugyanakkor az eladott édességek mennyisége változatlan lehet. A magyar piacon évente közel 800 tonna húsvéti édesség fogy. A legnépszerűbb a figurás termékek közül a csoki nyúl és a csoki tojás, amelyek a teljes húsvéti édességpiac mintegy 80%-át teszik ki. Energetikailag korszerűvé válik a szekszárdi városi bölcsöde. A 164 millió forintnyi top forrásból megvalósuló fejlesztéssel kívülbelül megújul az épület. Így nem csak a gyerekek kerülnek jobb körülmények közé, hanem az intézmény fenntartása is olcsóbbá válik.
Épp keverik a maltert a munkások a szekszárdi városi bölcsőde udvarán. Javában zajlik az intézmény felújítása, ami valójában a 2014-ben elkezdődött munka folytatása. Idén nyárig kicserélik az irodai oldalon is a nyílászárókat, villanyvezetékeket, szigetelik a falakat, tetőt, amire hamarosan napelemek kerülnek majd. Továbbá megújul a vízvezetékrendszer is. A 70-es évek végén épült bölcsőde és udvar felújítására nagy szükség volt, mondja az intézményvezető. Amit nagyon várnak a gyerekek, és várunk mi is, az udvar teljes felújítása. Korszerűbbé válnak a pancsolóink, a csapadékelvezetők, térkövezvelen lesznek, úgyhogy a gyerekek a motorokkal, futóbiciklikkel biztonságosabban tudnak közlekedni. Illetve amit nagyon várunk, az a kis faházainknak a felújítása, amiben külső kis vécék, kis mosdók lesznek majd a gyerekeknek. A felújítás a településfejlesztési operatív programból elnyert 164 millió forintból valósul meg, és valójában kettős célt szolgál, emelte ki Ács Rezső, Szekszárd polgármestere. Régi épületrésznek a felújítása, hozzáigazítása a bővítéshez, ami ugye egy korszerű épület szárnyat jelentett és eredményezett, pedig azt kell, hogy jelentse, hogy jobb feltételeket tudunk a gyermekek számára biztosítani, a bölcsődei gyerekek számára biztosítani, de az sem elhanyagoltó szempont, hogy ezzel a korszerűsítéssel jelentősen fog csökkenni az épület fenntartására fordított összeg. A szekszárdi városi bölcsődébe jelenleg 120 gyerek jár, a felújítás várhatóan július végére fejeződik be. 1 év 10 hónap letöltendő börtönre ítélt a bíróság egy buszsofőrt, amiért 2017-ben halálra gázolt egy idős nőt Dombóváron. A tragédia a helyi buszpályaudvaron történt. A sofőr arrébb akart állni a busszal, csak hogy szabálytalanul kikapcsolta az automatikus féket, ezért a jármű felugratott a gyalogos patkára és elgázolta az áldozatot. A nő a helyszínen elvérzett. Rendőrségi szalag és összetört virágcserepek a balesetet okozó busz előtt, a sofőr a pályaudvaron várakozott a helyközi járattal, arrébb akart állni, hogy átadja egy kollégájának a helyet, ekkor hajtott fel a járdára, ahol elgázolta a bevásárlásból hazafelé tartó idősnőt. A bíró indokolása szerint a baleset azért következett be, mert a vádlott megszegte a rá vonatkozó kresszabályokat, és ezzel közvetlen okozati összefüggésben állt a busz megállóban várakozó sértett halála. A férfi azzal szegte meg a szabályokat, hogy kikapcsolta az automatikus fékrendszert a buszon, mielőtt arrébb állt, ezért a jármű elkezdett gyorsítani, így ütötte el a nőt. Métereken keresztül tolta az áldozatot, végül a nő teste a busz leghátsó ajtaja alatt zuhant a földre. A Dombóvári járásbíróság 1 év 10 hónap fogházbüntetésre ítélte a vádlottat, és 3 évre eltiltotta a közúti járművek vezetésétől. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert a gázoló buszsofőr felmentésért fellebbezett. Baleset történt szerda délután a 65-ös úton Tamási közelében. Egy autó Szekszárd irányába tartott, amikor ismeretlen okokból letért az útról, átrepülte az árkot, és egy telephely kerítését kidöntve annak udvarán állt meg. A balesetben a sofőr súlyos sérüléseket szenvedett. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére az érintett útszakaszon félpályás lezárás volt érvényben. Vészhelyzetben csak az emberek 10%-a tud újraéleszteni, pedig Magyarországon naponta közel 70 embert ér hirtelen szívhalál. Az esetek többségében, mire kiérnek a mentők, már késő. A Tolna megyei Balassa János Kórház ezért úgy döntött, hogy minden dolgozójuknak megtanítják az újraélesztést. A fél éven át tartó programban havonta 30-nál több dolgozót képeznek ki az élet megmentésére. 20, a biztonságos és sikeres újraélesztést tanítják az orvosok a Balassa János Kórház olyan dolgozóinak, akik nem az egészségügyi szervezetben dolgoznak, ám adott esetben a segítségük életet menthet. A tapasztalat azt mutatja, hogy az emberek nem mernek ilyen módon segítséget nyújtani embertársuknak. Nagy magyar valóság az, hogy akár egy kórház előtt is meg lehet halni, és nem biztos, hogy a beteg gyorsan ellátásra fog kerülni. Ezért is céloztuk meg azt, hogy első lépésben a kórházban dolgozó, de nem egészségügyi végzettségűeket próbálunk BLS alapszintű újraélesztést tanítani, gyakoroltatni, hogyha ilyen szituációba kerülnek, akár a beteg csak a portáig jut el, akkor az újraélesztés időben megkezdődjön, amíg a
szakszemélyzet megérkezik. Havonta 30-nál több dolgozót készítenek fel a féléves programban a segítségnyújtásra. Nagyon fontos, hogy mindenki esélyhez juthasson, hogy mindenki, aki esetleg rosszul lesz a kórház területén, azok az emberek is tudják, hogy mit kell tenni, akiknek ez nem szakmájuk, de a kapcsolódó ismeretek birtokában lesznek. A szakmai képzésen túl azért is fontos ez a fajta tudás, mert ezt akár a magánéletben is kamatoztatni lehet, mondta Berta László, a biztonsági szolgálat egyik vezetője, aki maga is átesett hasonló képzésen. Feloldotta az országos tűzgyújtási tilalmat a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A hivatal ugyanakkor óvatosságra intett, jelezve, hogy Magyarországon az erdőtüzek 99%-át emberi mulasztás okozza. A tűzgyújtási tilalom visszavonása után is csak a kijelölt és kiépített tűzrakóhelyen szabad tüzet rakni, erdőterületen, szélcsendes időszakban, úgy, hogy az a környezetre ne jelentsen veszélyt. A tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, távozás után pedig gondoskodni kell a biztonságos eloltásáról. Egy esztendeje tart az a program, mely 8 kistelepülés értékeinek megmentését és visszatanítását, valamint a kistelepüléseken tevékenykedő civil szervezetek működését segíti. A program következő eleme a civil közösségek hete lesz, aminek az egyeztetését tartották Medinán. Amit közösen a Tolnamegyei Önkormányzattal megálmodtunk, mára beigazolta életszerűségét, mondta Vén Attila Medina polgármestere, aki a 8 település összefogásának gondolatát először szorgalmazta. És a legszebb benne, hogy a kisgyerekektől, a felnőttekig, a középkorúaktól, a középvezetőkön keresztül mindenki valamilyen szinten megérint ez a közösség fejlesztése, és a legszebb abban, hogy a végét látva már, hogy egy 8 településen kialakuló kavalkád lesz ennek a vége, mind szellemi szinten és mind gyakorlati szinten. A program 4 irányvonala az irodalmat, a közösségfejlesztést, a képzőművészetet és a zene területét fogja át. Komjáti Tamásné a Cselekvő Közösségek Program szakmai vezetője az elkövetkezendő időszak terveit egyeztető tanácskozáson arról is beszélt, a legfontosabb cél, hogy a helyi közösségek megismerjék örökségeiket. Szeretnénk erősíteni azt a településhez való kötődést, ami fontos, hogy ne menjenek el a kis településekről az emberek, és érezzék jól magukat, és ismerjék azt a fajta múltat, amit az őseik megteremtettek a lakóhelyükön. A közeljövőben kezdődő civil közösségek hete programsorozat alkalmat teremt majd a kisközösségek számára, hogy bemutassák azokat az ismereteket és értékeket, mellyel a térség egészét gazdagíthatják. Nincs abban a csúcsformában az elődöntőről lemaradó atomerőmű KSC Szekszárd, amely a nagy hazai rangadók többségén és az Európa kupában lejátszott mérkőzéseken volt az elmúlt időszakban. Ez a rejátszás folytatásában is kiderült, a bajnokság talán legtöbbet fejlődő és magyar tehetségeket szép számmal foglalkoztató csapata, az NKL Vasas csata legyőzése mintegy 35 percen át kérdéses volt. Igaz, a végén már azért kirajzolódott a két csapat lehetőségei közötti különbség, 67-61-re nyerte az első meccset a szekszárdi csapat. A legmagyarabb hazai élcsapat a főváros legnagyobb tehetségeivel és két átlagos amerikaival operáló, október óta sokat fejlődő NKE csata mindenben sokáig partiba tudott lenni a KSC-vel. A centerük Barna Judit még megkolt is többször blokkolni, prakkerolni, ahogy mondják, tudta, sőt, róla szerzett kosarakat is. Centerposzton, távoli dobások hatékonyságában és a védekezés szigorúságában, keménységében egál volt a helyzet a harmadik negyed közepéig. Ekkor azért riadót fújt a Gyokis csapat. Nem jutott ezután Zitzerhez és lepattanóhoz sem a kékmezes hölgykoszorú, és elkezdett olajozottan működni a Studer Bischoff McCall összetételű szekszárdi szupertrió. Ám a csata és a péntek esti visszavágó komolyságára utal, hogy Lelik Rékáék mindenképpen vissza akarnak jönni Szekszárdra, vagyis csak a győzelem az elfogadható eredmény számukra a visszavágón. Végig kiélezett volt a mérkőzés, sajnos megvoltak a helyzeteink kintről, nem mentek be a dobások, lehet, hogy ezen múlt, és úgy gondolom, hogy sok támadó lepattanót is szedtek, ezen is változtatnunk kell. Én bízom a pénteki meccsben, hogy azt meg fogjuk nyerni, úgy gondolom, hogy a hazai pálya, reméljük, hogy jobban fogunk dobni, és a lepattanókra is jobban oda kell figyelnünk. A védekezésünkön kellett sokkal több mindent csiszolni, ugye nagyon sok pontot kaptuk az első fél időben, de szerencsére sikerült az edzőinknek felspanolni minket.
bár nem kellett úgy felspanolni, de hogy az agresszivitásunkon javítsunk, és ez volt szerintem a kulcs, ezért sikerült ez a mérkőzés. Ahhoz, hogy a nemzetközi szerepléshez jogosító 5. helyet megszerezze a szekszárdi csapat, a csatát még egyszer mindenképpen le kell győzni. Aztán lehet gondolkodni az utolsó, várhatóan a Peac elleni meccsen. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Megduplázzák a pécsi térfigyelőket. Év végére 130 kamera figyeli a közterületeket. Kiskutatók versengtek a megyeszékhelyen. A legjobbak az országos döntőben bizonyíthatnak. 1000 horgász pecázik a tó körül. A világ legnagyobb pontyfogó versenye ez a Balatonnál. A város 65 pontján szerelnek fel új térfigyelő kamerákat november közepéig. Jelenleg a kiviteli tervek készítése, a szükséges engedélyek beszerzése zajlik. A 136 millió forintos beruházás részeként a térfigyelő központot is korszerűsítik, a munkák végeztével 140 kamera pásztázza majd a pécsi utcákat, tereket. Egy köztéri kamera Pécsen a Garai Hügyes utcák találkozásánál. Még 2010-ben kerültek ki az első ilyen szerkezetek a városi közterületekre. Az Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében helyeztek el 32 darab térfigyelő kamerát, majd napjainkig újabb 32-t. Most megduplázza az önkormányzat a kamerák számát Pécsen. Idén 65 újabb térfigyelő kerül kihelyezésre. A térfigyelő kamerahálózat bővítésére kiírt közbeszerzési eljárás lezárult, egy helyi vállalkozás végzi a térfigyelő kamerák felszerelését. Jelenleg a térfigyelő kamerarendszer fejlesztéséhez szükséges átjátszó állomások, valamint a központ fejlesztése zajlik, illetve az engedélyek megszerzése folyamatban van. Várhatóan ősztől kerül sor a térfigyelő kamerák felszerelésére a város különböző pontjain. Terveinknek megfelelően az év végéig be is fejeződik a munka, és mind a 65 új kamera kikerül Pécs közterületeire. Kertvárosban 19, a keleti városrészben 21, Uránvárosban és Szigeti városrészben 13, a belvárosban 12 új kamerát szerelnek fel. A fejlesztéshez a belügyminisztérium 136 millió forint visszanemtérítendő támogatásban részesítette a pécsi önkormányzatot. 14 diák ismertette munkáját a szakmai zsűrinek a 19. Kutatógyerekek Tudományos Konferenciájának regionális fordulójában a kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolában rendezett programon. A fiatalok számos tudományterület, számukra különleges témáját dolgozták fel, így szó volt a környezetvédelemről, a népművészetről és a társadalomismeretről is. A legjobbak az országos döntőben is beszámolhatnak munkájukról. Kedvenc élőlényem az amúr. Az amúr Kínában és Szibériában őshonos. Folyóvízi hal, világszerte tavak tározók vízilőményektől való megtisztítására használják. A természetismeret témaköréből sok kisdiák választott kutatási területet. A gyerekek egy írásos munka elkészülte után szóban is bemutathatták eredményeiket. Volt, aki saját iskolai beilleszkedésének nehézségét kutatta és elemezte saját osztályközösségében. Kérdőíveket osztogattam ki nekik, hát elényintem nekik nagyon furcsa volt, mert ehhez nem szoktak hozzá, mert még az osztályban nem volt olyan, aki részt vett volna ezen a versenyen. Nagyon furcsa volt nekik, de ezt is meg kellett neki szokni. A 19. Kutatógyerekek Tudományos Konferenciájának regionális fordulójában Kaposváron szakavatott zsűri figyelte a kis tudósok előadását. Egyrészt, ami nálunk döntő, a motiváltság, hogy mennyire érdekli a témája, mennyire elhivatott a téma iránt, és minél kisebbek a gyerekek, annál lelkesebbek, és tényleg azt látjuk, hogy nem egy kényszer témaválasztás, hanem őt érdekli ez a probléma, még ha kicsit irányítottan, pedagógus segítségével is talál rá. Nem csak a tartalom, hanem az önállóság és az előadás módja is számított az értékeléskor. A gyerekeknek így sok mindenre kellett figyelniük, miközben kutatási témájukról számoltak be. Próbálom ugye érdekesebbé tenni, mosolyogni közben, úgy magyarázni, hogy az ember ezért értse, hogy miről beszélek, meg hogy ilyen, hát ilyen lazán, hogy ne gondolja mindenki ezt, ilyen feszített a téma. A szakmai zsűrinek 14 kaposvári, csurgói, marcali, mesztegnyűi és pécsi diák ismertette munkáját. Nagyon fontos szinte a tehetséggondozásnak, úgy gondolom, ez a verseny.
A tankert intézményei nagyon aktívak ezen a területen. Külön köszönet a Kaposvár Egyetem pedagógiai karának, akik nagyon sok segítséget adnak ehhez a munkához. Számos ilyen rendezvény, fórum van, ahol már a tudós palánták megmutathatják tehetségeiket. A dunántúli mandulafára gondolok, a munkácsi tudományos köri szenior és junior versenyeire, de ennek a regionális versenynek is azt gondolom ez az utánpótlás bázis, az érdeklődés felkeltése az alapvető célja. A legjobb ifjú tudósok kutatási munkájukat az országos döntőben is bemutathatják majd. Hamarosan elkezdődik az idei Pécsi Egyetemi Napok. Április 25-e és 27-e között az Expo Centerben 4 színpadon közel 100 zenekar és DJ lép fel. Köztük a legnépszerűbb hazai előadók, de 5 külföldi, és mintegy 25 pécsi produkciót is láthat a közönség. A szervezők több mint 20 000 fesztiválozóra számítanak a 3 nap során. Ez idő alatt ingyenes buszjáratok biztosítják a közlekedést az Expo Center és a belváros, illetve a kertváros között. 3 nap, 4 színpad, közel 100 produkció. Idén is megrendezik a Pécsi Egyetemi Napokat. Április 25-e és 27-e között népszerű hazai és külföldi előadók lépnek színpadra, de több mint 20 pécsi zenekar is szerepel a sorban. Ezúttal az Expo Centerben bulizhatnak a fiatalok, mintegy 25 000 négyzetméteren. Az Expo mellett, tehát kívül a szabadtéren lesz a legnagyobb helyszín felépítve. A szabadtéren úgy értem, hogy nem az Expo épületében, de viszont fedett nézőtér. Lesz a nagy színpad, ami tényleg Pécset talán azt mondhatom még nem látható méretű színpad, illetve színpadtechnika vizuális segédlettel történnek majd a nagy színpad koncertjei. A tavalyi évben több mint 20 000 fesztiválozó vett részt a Penen, idén körülbelül 26 000 emberre számítanak a szervezők. A könnyű zene mellett az elektronikus vonal is helyet kap a fesztivál ideje alatt, idén pedig 2 kísérő programot is szerveznek. 25-én csütörtökön lesz egy ilyen karneválszerű vonulás, ami kvázi egy nem hivatalos megnyitása a rendezvénynek, ahol a diákrektor csapatok vezényletével egy ilyen zenés beöltözős mulatság keretein belül a Barbakántól egészen az Expo Centerig levonulnak ezek a csapatok a kísérőikkel. Ugyanis idén ismét megrendezik a diákrektor választást. Ezek a csapatok az egyetem minden karát képviselik. Emellett a PTE hangja döntő fordulóját is megrendezik 24-én 19 órakor. A PEN minden napján ingyenes busz biztosítja a közlekedést az Expo Center és a belváros, illetve kertváros között. A világ legnagyobb pontyfogó horgászversenye zajlik a Balatonon, ahol 60 helyszínen több mint 1000 horgász pecázik. A versenyre 22 országból 250 csapat jelentkezett, a fődíj pedig 30 000 euró. A verseny szombat reggelig tart, és az nyer, aki ez idő alatt a legtöbb 5 kg feletti pontyot akasztotta a horgára, hogy azután visszaengedje a tóba. Szerintem ez itt teljesen jó eltartja tőle, amikor leteszed, viszonylag nagy távolságba. Készül a szerelék az egyik magyar csapatnál a Balatoni Pontyfogó Kupán. A Szepezdi Extrém Sport Szövetség horgászai ezt a siófoki partszakaszt húzták a verseny helyszínének sorsolásán. Többféle taktikával is készültek az 5 napos versenyre. Most nagyon sok csalit hoztunk például magunkkal, de mivel bal oldalunkon, 3 jobb oldalunkon 4 csapat is horgászik, így az oldalról érkező halaknak a nagy részét valószínűleg ők le tudják fogni mellőlünk. Mi az átmenő halakra próbálunk építeni, ezért nagyon keveset és nagyon koncentráltan etetünk. A világméretű verseny a Balaton 30 településén, 60 helyszínen zajlik, összesen 140 órán át. Egy mozgalmas boris nap az körülbelül úgy telik, hogy enni alig van időnk, általában van úgy, hogy mondjuk 30 óráig is folyamatosan mozgásban vagyunk. Most sajnos egy kicsit nyugodtabb a tempó, most itt ezen a partakoszon kifejezetten kiélezett taktikai csata megy. A világ legnagyobb pontyfogó versenyére 25 országból 250 csapat jelentkezett. A szomszédos országok csapatain túl a svédek, az angolok és a franciák is képviseltetik magukat. A győztes csapatnak 30 000 euró üti a markát. Minden csapatnak az 5 kg-nál nagyobb pontyok, kifogott pontyok összsúlya, az számít bele az összetett verseny első, második, harmadik, negyedik és ötödik helyezettjében. Ezen kívül a 250 csapat 10 szektorra föl van osztva, ami azt jelenti, hogy egy szektorban 25 csapat a szektoron belül egymással versenyezik. Szombaton a verseny végén természetesen az abszolút legnagyobb halat is díjazza a szakértői zsűri. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Szakképzési stratégia 4.0. Átalakítják a szakképzési rendszert, felemelik a szaktanárok bérét.
napelemek, hőszigetelés, pancsolók. 164 millió forintból felújítják a városi bölcsödét Szekszárdon. Gázoló buszsofőr. 1 év 10 hónap börtönt kapott az idős nőt megölő buszos. Életmentő tudás. Újraélesztést tanulnak a szekszárdi kórház dolgozói. Csütörtökön délelőtt szikrázó napsütés, majd délután napos gomoly felhős időre van kilátás. Elszórtan előfordulhatnak futózáporok is. Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk. Viszontlátásra!